Üdvözlök mindenkit, én Ancsa vagyok, és itt van velem Anett! Sziasztok! És ez itt egy újabb túlélő! Yeah! És ott tartottunk, hogy szereztem lángrudat, úgyhogy kell olyan főző állvány. Én meg ott tartottam, amúgy benhagytam az előző, hát benhagytam ezt a textúrát, mert az egyik tikőtérekben egy olyan map volt, ami textúrával is rendelkezett, és előbb azt vettük föl Anettel, úgyhogy most benhagytam ezt a textúrát, mert szerintem jól néz ki, vagy hát nekem tetszik. És nem tudom, hogy nektek hogy tetszik, de most ez van, na. Addig én megnézem, hogy kell kraftolni főzőállványt. Szóval én ott tartottam úgy, hogy ezt pingáltam tovább ki itt lent a bánya részleget. Úgyhogy eddig tök faszátosan néz ki, csak itt még nem tudom, hogy itt mire gondoltam, és hát, hogy itt hogy legyen pontosan ez az egész. Mert azt hiszem, itt lent mit akartunk még csinálni? Tudod, ilyen sínrendszert is, nem? Aha. Ó, itt van vas. Hát jó, akkor itt amúgy csinálnánk egy sírrendszer, csak ugye ahhoz is építeni kell, és hova akartuk, az a másik bányába, ugye? Nem tudom. Valami olyan sírről beszéltünk, hogy a másik nagy bányába bele a vezettük a sínrendszer, csak hát az nem. Na, három zúzott kő kell, és egy lángrút fölé. Jó. Mennyit csináljak? Négy lángrudom van. Mennyit tudsz? Én nem tudom, hogy kell. Hát négy lángrudom van, négyet. Négyet tudsz? A lángrud még mire jó végül is? Semmire. Hát azok is irányzik. Vagyis de, egyet azért meghagyok, mert lehet olyan potit, ilyen tűzálló potit csinálni belőle. Ja, oké. Okay. Én egy hármat csinálok. Szóval itt akkor így... És mondjuk így, meg így, ilyen kis stílusosan. Közben majd utána hozhatsz ide egy vagy két poti főzőt is akár. Jó, csinálok ilyen... Tudod azt a cuszlost, amiben vizet töltesz, és ott van a potifőzők mellett. Üst, na. Közben itt majd mit kell a helyet vágni. Vágni. Vagy hogy van ez? Viszont... Jaj. Nagyon össze-vissza vannak a ládák is. Szóval inkább visszaállítottam, eléggé vágos volt a nyírfa, úgyhogy... Még neked is ott voltak, amikor ott törtük a fejünket. Nem. Amúgy azt is megcsinálhatnánk, hogy a potifőzés... Putifőző. Putifőző. Potifőző. Akár lent is lehet a bányába, és ide meg nem tudom, de mondjuk egy szobát csinálunk, vagy valami. Jó. Bár az kéne csinálnunk, hogy ott lent... Jól kialakítani. Jaj, az Isten megáldjon, de megijedtem tőled. És megcsinálhatnánk azt, hogy a Netherbe csinálunk egy kis ilyen házikót, hogy átérünk rögtön, szóval én azt most el is kezdem. Úgyhogy lent munkálkodhatnánk abba a saját építésű bányánkban, ugye tök jól nézni ki, hogyha jól megcsinálnánk az egészet. Jó. Mennyit tudok beszélni? Gyorsan átsusszanok a Netherbe. Puk! Ja, akkor mit csináljak? Hát ott lent, tudod, ott három blokkos a felszín, vagy mi az Isten ez. És hogy ott azt ki kéne még bővíteni, hogy ne verjük be a fejünket. Érted? Jó. Ott lent, amit te építettél? Aha. Jó. Én meg itt megcsinálom magunknak ezt a kis helyet itt. Istenem, mi ez a homok? Hozok hát lélek homokot, már azt tudunk bibircsókot ültetni. Jó. Eltölt a csak, hagyom egy pillanatka. Ez a tehén meg, hogy mész vissza. Ez a tehén hogy jutott ki? Mi? Kiszökött? Aha, de csak az egyik, de vissza tudtam lökni. Hú, hál' azért. De nincs semmi hely, ahol ki tudna mászni, ez ijesztő. Mi ez? Pókember? Póktehén? Póktehén. Jaj. Póktehén! Hallottam gosztot. Nem akarok vele találkozni. Kell... Úgyhogy közt kihagyom a találkát most. A randi lefújva. Ijesztő a hangja. Na, sikerült sárkányt csinálni. Bum, bum, bum. Na, én itt egy jó sárkányt. Hol is tartottam? Ja, itt. Ezt gyorsít, megcsinálom ezt a kis helyet itt.
hogy itt legyen, ahogy átjövünk a Netherbe, biztonságosan érkezzünk, és... Jó. Ne támadjon minket segbe bármi. Na, itt ez így nem jó. Majd, hogyha lesz annyi kövünk, akkor itt a bányát megcsinálom ilyen... Van elég kövünk. Ja, tényleg. Akkor majd elkezdem kiégetni őket, tudod, hogy szép legyen a fal. Jó, ja, minden. Na, érted? Oké, értem. Na, tudod, hogy csinálok ajtót. Ó, vas. Van nálam annyi? Nem, nincs. Vagy nem, nincs. Akkor átmegyek ajtót csinálni. Jó. Ugye. Jaj! Öreg csontjaim! Úgy, mi? Így jó lesz, akkor jövök vissza. Csinálok gyors ajtót. Hello, szia! Meg majd amúgy lépcsőt is csinálhatunk. Ó, ez így már tök jól néz ki. Ilyen ki... nem kiégetett, hanem tudod, az a... faragott kő, vagy hogy mondjam. Zúzott? Nem. Kőtégla? Nem, az. Faragott kő. Faragott kő. Mert az jól néz ki. Oké. Okay. Meg amúgy, ha majd nagyobb cuccaink lesznek, mert fejlettebbek vagyunk, akár meg is csinálhatnánk a... falat jobbra. Jó. Meg kiegyenleti... kiegyenlíthet... kiegyenleti... kiegyenlet... NO! Kiegyenlíthetnénk a falat. És... hol van itt fa? Nincs fánk. Hát menj ki. Ja nem, ott a kemencék melletti ládában van nyírfa. Ó, látom. Majd kéne fát is behozni még. Jó, majd. Amíg égnek a kövek, addig elmegyek szedni. Jaj. Meg majd itt a bánya fele is, itt a füvest meg kéne majd csinálni. Szóval majd szépen meg kell csinálnunk ezt a helyet, mert eléggé csúnya így. Igen. Ú, nem tudok futni. Ú, van nálam vinnye. Ez semmit se segít. Annyira. Szóval visszapattanok. És oda lerakom az ajtókat. Így. Jól van. A kövek beillesztve. Ezt jól mondtam. Igen. És akkor elmegyek fát vágni. Így. Ez így tökéletes, szóval. Ja, akkor hozok cemetét. Cemetét! Hozol cemetét? Annak is kéne majd csinálni egy külön ilyen helyet. Jó. Szóval ma itt tartunk, akkor munkálkodok itt egy kicsit, hogy jobban néznem már ki ez a hely, mert hogy nézünk. Ki kéne gyomlálni a kertet, basszus. Jaj, Istenem. Hol van a föld? Ez zavar, hogy túl van itt mindenhol. És itt, amíg vannak itten sárkányom. Sárkányom? Ásó. Addig itten megnézem, megcsinálom. De normálisabban nézzen ki. Így. Itt is ki kéne egyenlíteni. Így. Ide nem kell, mert ez így zavar, hogy itt kiáll. De hogy jöhetett ki a tehén? Ezen gondolkodom, hogy lett átbagoltatta magát a kerítésen, vagy mi? Lehet, vagy ahogy beléptünk valami befagyott, ilyesmi, és kibagolt. Majd ezt a részt is meg kell csinálni nekik.
hogy azért jobban nézzünk már ki egy ilyen kis istálószerűséget. Meg amúgy apropó lovat is kereshetnénk. Ja, van egy csomó páncél megnyerő. Hiszem. Igen. A páncélt nem muszáj rárakni, mert azt hiszem az lelassítja. Meg házat is majd azért bővíthetünk. Hát az védelmezi. Na, pont 64. Mi az? Tölgyfát szedtem. Meg még szedek ilyen nyírt is. Így mi? Ez így szépen néz ki. Na most már lesz fánk. Fánk! Kell, hogy nincs a Minecraftba fánk. Ja. Tök jól nézhetik. De miből készülne? Hát tojás, húza, tej. Tej. Meg jó. Nem tudom. Kakaó. Lehet színezni. Ja. Jó. Közben ez meg is van. Úristen, hogy néz ez a hely ki? Vagy kéne ilyen lépcsőt kreálni ide lefelé is. Igen, azt mondtam amúgy. Igen, szóval... Van nálad ásó? Ja, de most pont használtam, de tessék. Én megyek. Jó, köszönöm. Még itt kóvágok, hogy hallottam. Éhes is vagyok. Meg amúgy horgászhatnánk is. Mert van tavunk. Kettő is. Jó. Amúgy is a vízben most már nem csak halat lehet kifogni. Hanem? Okay. Hát ilyen cuccokat. Azt hiszem, bár az ritka, de lehet ilyen. De eddig is lehetett. Hát igen. Csak most gondolom több dolgot. Mit akartam sérni? Igen, lépcső. Hát, nem, annyi, ezt csak úgy mondtam. Annyi kő van, hogy csálak kő lépcsőt. De ne izéből, ne zúzottból, mert ez nem olyan szép. Hát már kezdődik. Mert ide a bányába. Ne zúzottat használjunk. Jó, itt csinálok ide lefelé vezető utat. Jaj, csak kéne ásó. De azt odaadtam neki. Na segált, megoldom meg. Itt a erős kezem. Aztán azzal. Né. Istenem. Csak engem zavar ez most ez a fű. Na, szóval. Milyen fű? A fű. Hát ami itt van. Nem biztos. Így, és akkor ide lefelé is építünk. Fuk, fuk. Így, mi? Na, kezd szépülni. Ez a kis bánya. Mi ez? Jaj. Puk. Ez sok ilyen andezit meg, mit tudja én, mi van itt. Úristen, de éhes vagy. Ó, kinőtt a izé közben. A veteményes, majd ide is csinálok lépcsőt felfelé. Jó. Ja, most csinálok, ha már itt vagyok. Na, megyek vissza még kül. A fenébe. Mi történt? Nem már, félre rakom a blokkot. És a lépcső az... Ó, milyen messzi ez a lépcső itt. Köszi. Szóval, úgy dél. Istenem. Pum, pum, pum. Szóval, puk, 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 puk. Aj, na. Így, így. Visszadolgozni. Ez ilyen szépítős. Igen, ez ilyen munkálkodó rész. Aztán kitaláltnak, hogy mi csinálunk a következőbe. Írják meg kommentbe, hogy mit csináljunk. Csinálni kéne gyémánt szettet. Meg amúgy igen, kommentbe is megírhatják. Kilátót csinálhatnak, azt mindig kérték szinte majdnem mindegyik ilyen részünkbe. Hoppá! Mi az?
Véletlenül kiütöttem a tök magot. Nem baj. Újra meg tudjuk növeszteni, van egy rakatcsont. Meg ilyen mob farmot kéne csinálni, egy XP-t szerezzünk. Hú, ez jó nehéz lesz, mert azt messze kell magunktól. És annyira nem, de sötét hely. Hát majd ott a bányába lent. Van nálam 30 kerítés, ezt felhasználhatnám arra, hogy bekerítem itt a fenébe is már. Bekerítem ezt a helyet itt. A kertet. Jó. Ha véletlenül kiszökne az állat, akkor ne tudjon ide be huncutkodni. Így sni. Ja, ide rakok izé fákját, mert itt kiütöttem véletlenül. És akkor... Mit kéne csinálni? Jaj, ez itt mi? Hoppá, nem tudom miért tettem ki. Na, én szerintem jó ez így. De nem tudom, na mindegy. Akkor az állatoknál majd kaput is kéne csinálni. Az állatoknál van kapu? Nincs. Nincs? Nincs. Ja, akkor kell. Akkor mégis kell. Na, meg majd a házat is amúgy bővíthetnénk. Igen. Sokkal mencibb legyen. Még így olyan hülyén néz ki, olyan csöves le. Lakolda. Lakolda? Csöves le. Sebe. Úristen, megijedtem az ijesztő aktor. Ne félj, itt vagyunk. Szóval. Úristen, hogy néz ki a... Micsoda? Hát ez a... cseszte. Jézusom, mit sütsz ennyire? Köveket. Hogy nézem, úristen. Van nálam 3 láda. Rokon. Amúgy azt is csinálhatnánk, hogy mondjuk fönt alszunk, és akkor itt lennének a ládák, hogy fönt lesznek még ládák. Oké. Okay. Akkor legyenek fönt még ládák, vagy itt aludjunk. Van egy csontváz a falon belül. Mi? Legyen fönt az ágy, vagy itt legyen lent, és akkor fönt lesznek a ládák. Szerintem fönt tegyenek az ágyak, mert úgy könnyebb lesz majd a ládák, hogy jó, a ládáknál pakolni. Ó, basszus, nincs helyem. Gyors, lerakom a ládát. Ja. De már segíts, valamit akarok adni. Ja, nem kell. Feltudtam. Tele van az inventory, mindjárt kipakolom. Csak szépen el kéne rendezni. Egy ágy. Két ágy. Szóval úgy kéne csinálnunk, hogy külön kéne a dolgokat. Nem tudom, mondjuk ebbe blokkok, ami kocka alakú. Ami kocka alakú. Minecraft logika. Azaz mindent belerakunk. Amúgy, de nem. Bár minden ilyen... Négyszöges. Vagy hogy mondjam? Hát na, értem. Na itt fönt, izé. Úristen, ez a sok föld. Pum 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 pum. Így né, tökéletes. Tökéletes. Na itt, van itt még izé fa. Hát mivel szedtem egy csomót? Ja. De tényleg mondtad is. Csalololol. Figyeltem. Ez lősen máshol járt az eszed. Ha, nem vagy is. Hát mind járna az eszem? He. Na jó, hagyjuk. Szóval. Szépen itten már rendezgettem a dolgokat. Akkor úgy csinálom, hogy az érceket külön ládába jó. Rakom. Hogy csak hova?
Lehet ebbe pakolom. Hát egy ládába. Ezt a kemence melletti ládába rakom bele. Jó, az úgyis ott égetjük az összes ércet. Jaj, itt közel. Úristen, hallod, mi ez a sok vas? Ha? Tele vagyunk vassal. Nincs vas hiányunk. Vérünkben is van. Ja, nem szenvedünk vas hiányba. Jó. És már nem kell annyi húst tenni. Úristen, ez a sok csont is. Akkor ide a mellvérteket is ide gyömöszölöm addig. Na, a bánya készen is van, így azért, már csak lépcsők kellene. Oksi! Akkor ami nem ide tartozik. Itt azért megcsinálom a lépcsőt. Ezt ide rakom. Mert lehet kicsit uncsi, hogy én itten rendezgetem a cuccokat, de hát most muszáj. Az anyád, te zombi! Hallod? Megfordultam, és a házban volt egy köcsög. És én úgy beszacsimarcsiztam, hogy mi ez a morgás mögöttem, és már mentem volna tök ártatlanul vissza a ládához, hogy pakoljak tovább, mint egy kis háziasszony. Erre nekem jön egy zöldfejű morgó szar. És így... What the fuck? Hát egy... Hú, leizzadtam, hallod? Eskü leizzadtam. És így pont mondja, olyan unalmas. És... Segített a zombiai rohadna ketté. Jó. Ó, te jó ég, ez olyan fasadtott. Jaj, anyám! De hogy kerültek be mobok? Valahol beszpónoltak. Nézd meg, van egy sötét hely. Na tudod, mikor most éppen rendezkedek, hagyjál. Hát nem szépen elrendeztem. Na, ez. Tessék, vas. Na hát ott van 35 és nálam. És ez a... És tehát szépen rendezkedek, én meg belevágok valamit, és ez a... Ez az anyád. Nem tudom, hogy mit kéne rakni. Rakok ide lépcsőt. Lépcsőt. Na, annyi vas. Nem, megcsináltam a kőtégla lépcsőket. Na, király. Ebbe rakom bele a moboknak is a szarjaikat. Na. Mi ez a sok blokk még itt? He. Csalalalala. Sálalalala, mindjárt olyan sálalát adok. Nem tudom. Mindjárt megtelik ez a láda is. Jó, akkor, Isten, itt a köcsögről az úri. Akkor ide rakom a... Nem tudom, ide mit rakjak. Hát itt rakom ezeket, hát most mit kezdjék ezekkel. És pont nem elég, hát nem hiszem el gyerekek. A maradékot ide berakom. Így. Ide még nem tudom, hogy milyen. Hát majd oda kitalálunk valamit. Még tovább. De és mi az a sok lazurit? Mindig találkozok valamivel. De mit nevetesz? Már másodjára... Miért raktam oda? Honnan szeretném? Másodjára nevetesz ki? Jaj, hát bocsásson meg. És ezt nem teheted. Ezt nem bírom elviselni. De megteheted. Mi az a sok kovakkő és acél izé? Nem tudom. De felgyújtalak vele. Jó, de... Na mindegy, szóval szerintem ezzel a résszel így ennyi lenne. Most ez egy olyan rész volt, amiben inkább kreatívoskodtunk, meg rendezkedtünk. És lehet, hogy az következő rész első... Nem tudom, a következő rész. Anyád már! És lehet, hogy a következő rész első felébe még kicsit rendezkedünk, meg minden, hogy jobban nézzen ki azért a környezet, meg ilyesmi. Aztán meg majd szerintem elmegyünk valahova, megcsinálunk még valamit, meg bővítjük a házat is, meg ilyesmi. Szóval akkor inkább együtt leszünk, és nem külön. Szóval ennyi lett volna már, akkor a következő részre találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!